járműáldást tartottak a vásártéren Szent Kristóf napján. A Szent Kristóf napi mise során az Anyaszentegyház búcsúnyerési lehetőséget is biztosított a hívek számára. A Maroshegyi templom búcsú napján a Szent misét Matusz Hugó, a pannonhalmi főapátság perje le, Tóth Tamás atyával és Ugrics Tamás püspöki helynökkel, illetve Tornyai Gábor atyával közösen mutatta be. Szent Kristóf ünnepén, amikor az útjaink adódunk, akkor ne csak az A és a B pont közötti távra gondoljunk, hanem hogy kik várnak rá az útban, kikkel találkozhatunk az út végén, vagy akár az út közben, és hogy ezek a találkozások ezek mit adhatnak egymásnak nekünk. Ünnepésünk kezdetén ezért hozzuk ide a szívünket, és engedjük meg, hogy az Isten zarándoktársaiként itt legyünk, és itt találkozzunk vele. Maroshegyen az 1940-es évek elején épült templom védőszentje, Szent Kristóf, az a vértanú, akinek létezését történelmileg egyértelműen bizonyítani ugyan nem lehet, mégis nagy tiszteletnek örvend. Úgy került ide ez a templom, hogy itt ment a 7-es számú főút előttünk. Ez a Budapest-Balatoni útvonal, akkor erre kanyarodott, és kitalálták ez a 30-as évek eleje, hát nem tudom, mekkora forgalom lehetett autó tekintetében itt a 20-as évek vége, 30-as évek eleje, de elkezdtek azon gondolkodni, hogy legyen itt egy ilyen autós megállóhely, és erre alapozva, hogy ilyen autós megálló, pihenő, benzinkút, szerelőhely fog itt megszületni, jó lenne ide egy templomot építeni, egy zarándok helyet, hát ki legyen a védőszentje, természetesen Szent Kristóf. Ugrics Tamás püspöki helynök a Szentmisén Szent Márk könyvéből olvasott fel a híveknek. Amikor Jézus Jeruzsálemhez közeledett Betfagé és Betánia táján, az olajfák hegyénél előre küldte két tanítványát ezzel az utasítással. Térjetek be a szemközti faluba. Mindjárt, amikor beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit csináltok, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. A Szentmisét követően a templommal szemben lévő vásártéren került sor a hagyományos Szent Kristóf búcsúhoz kapcsolódó jármű megáldása Matusz Hugóval és Ugrics Tamással.